Anyáknapi köszöntővel kezdődött el a kolocsai óvodák számára szervezett jótékonysági rendezvény. Ez a program már mondhatni hagyomány városunkban, hiszen erre már negyedik éve várják a színházba a családokat. 4 évvel ezelőtt álmodtuk már a kuratóriumi tagokkal közösen ezt a jótékonysági rendezvényt, hogy minél több felajánlót tudjunk szerezni, és a támogatás, ami ezen a koncerten befolyik, az ugye az óvodás gyermekek javára lesz fordítva. Mind a 6 tagovoda részt vett a műsorban, pontosabban a nagycsoportosok, hiszen ők azok, akik már biztonsággal tudnak a nagy színpadon is szerepelni. A mi gyermekeink Dudás Szilvia vezetésével fognak táncolni, a színpadon is népi játékokat fognak előadni. Az óvodák olyan szerencsés helyzetben vannak, ugye, hogy minden óvodában van néptáncoktatás, és így nálunk is. De hát a mi óvodánk, ugye tudja mindenki, hogy környezetismeret a kiemelt feladatunk, de hát az megszorosan kapcsolódik a néphagyományokhoz, hiszen mindennek az alapja ugye a régi öregeknek a megfigyelése. Most is úgy, mint a kezdetekkor, a kalocsai ifjúsági fuvózenekar is bekapcsolódott a rendezvénybe. A gyerekek műsorát színesítette az előadásuk, melyre nagyon sokan voltak kíváncsiak. A színházban egy szabad szék sem maradt üresen. A támogatói jegyekből több mint 150 ezer forint gyűlt össze, amelyből kül- és beltéri játékokat vásárolnak.